Sziasztok, csomag érkezett, bontunk még hozzá ismét többet, így sorakoznak előttem, van amit sikerült beazonosítanom, van amit nem, úgyhogy nektek is, mint ahogy nekem is ugyanolyan meglepetés lesz, és ezt már látom is, hogy ez a Mavic Pro-hoz egy napellenző kis műanyag tokocska lesz, ami azért fontos, mert hogyha nagyon mondjuk naplemente van, és pont oldalról éri a lencsét a napfény, akkor képes a propeller árnyéka által vetett villódzás miatt interferenciát, az, hogy képben villogást létrehozni, mint amikor egy monitort videóztok. Ezért kell leárnyékolni mondjuk egy lemenő napot, akkor nem fog belesugározni a propelleren keresztül a lencsébe, és nem fog villogni a kép. Először én sem értettem, hogy hogy lehet az, hogy interferencia van a naplementében, hát aztán ennek ez volt az oka. Persze lehet felrakni szűrőket is, de az ebben az esetben nem segít. Szóval ezzel így tudunk alkalmazkodni, illetve alkalmazni. Ez viszont egy az van ráírva, hogy kerékpáralkatrész. Nem rendeltem kerékpáralkatrészt, úgyhogy nem tudom, hogy ebben az acsiban mi lesz. Vagyis hát, hogy mi az, amit akármi kerékpára is rá lehet szerelni. És van benne három kis doboz. Érdekes. Na, hát feltehetően akkor valamiből három darab van. És ez bilincs. Kérlek szépen, ez egyébként nem kerékpáralkatrész, egészen pontosan ez egy fegyvernek a fegyverhez tartozó rögzítő tartó, nyilván én nem lőfegyverre fogom rögzíteni, méghozzá lézer célzó berendezés, illetve távcsövet lehet ezzel fegyverekre rögzíteni. Ezt elvileg hivatalosan ahhoz tartják, hogy miért írták rá, hogy kerékpáralkatrész, nyilván arra is lehet bármit rögzíteni, én viszont egyszerűen dobozokba fogok rögzítgetni lézer fejeket, amelyeket már kibontottam, és láttátok is, ebből tényleg rendeltem hármat, de már olyan rég, hogy nem tudom mikor, ez már tényleg több mint két hónapja, úgyhogy ez egy ilyen bónusz volt, hogy megérkezett. Én ezt el is felejtettem, mert még azokat nem kezdtem beépíteni a dobozba, amihez ezt rendeltem. Illetve hát most már megjött, a múltkor bontottam ki ugye a 10 darab piros fejet, az pont ilyen lesz. Na, a következő doboz, amit kibontok, szintén egy Mavic Pro alkatrész, ugye amikor betesszük a tokba, a propellerek össze-vissza forgolódnak, és kifejezetten ezért kitalálták, rájöttek mások is, nem csak én az első alkalommal, amikor össze akartam csomagolni, hogy miért nem tudom a testhez rárögzíteni a propellereket, most hát ez ahhoz való főzáras. Tudsz, bármit tudsz rögzíteni, de hát nyilván rá van írva a neve is, hogy mire való, és akkor sokkal jobban mutat. Szóval így fogom a testet össze rögzíteni a propellerekkel. Kaptunk hozzá egy kis szemetet is. Még egy zacsink van. Erre az van írva, hogy bort. Á, és ez is ugye ez lehet vagy tábla, vagy valami akármi, de most már tudjuk, hogy mi ez. Ez a távirányítóra kell rögzíteni. Szintén Mavic. Akkor ez megint egy ilyen drónos különkiadás. Úgy jöttek össze a csomagok. Szóval a távirányítóra kell rögzíteni a távirányító, és a telefon közé kell betenni ezt a kis pöcköt. Képzeljétek el vizuálisan. Szóval itt van a kis távirányítónk, itt van a kis kétkarú kis telefontartó, ide tesszük a telefont, ezt ide a kettő közé berögzítjük, bocsánat, így, ide befér a telefon, ha minden igaz, befér a telefon. Tehát leszedjük a tokba, befér. Szóval, ide tesszük a telefont, és pedig felakasztjuk a nyakunkba, ugye mennyire jó? És erre is ráírták, hogy ez Mavic Pro-nak készült. Szóval, ez arra jó, hogy a nyakunkba akasztjuk ilyen kis bilincsel a távirányítót, és akkor nem fárad el a kezünk, hogy így kell tartani és nyomogalni. Ez gyakorlatilag ennyi. Menjünk tovább. Gyanítom, hogy ez is valamilyen alkatrész lesz a drónhoz. Ennek az az oka egyébként, igen, ez egy gimbal védőlencse, ennek az az oka egyébként, hogy amikor egyrészt elkezdtek fogyni az alkatrészek, másrészt pedig úgy láttam, hogy szükséges pótolni néhány dolgot, akkor így egyszerre kezdtem böngészni ezeknél a cuccoknál, és rájöttem, hogy mennyire olcsó. Na szóval ez egy gimbal védő, vagy hát kamera védő igazából, ezt kívülről rá kell pattintani,
és hát ez egy borzasztóan rosszul megmunkált és nagyon jó torzító kis üvegecske, amit egyébként nem is kell rajta hagyni tulajdonképpen, de rajta is lehet, úgyis működik a gimbal, fantasztikusan jól be fog tudni csillogni, de hát azért, hogy ne csillanjon be, ezért van nekünk egy ilyenünk is. Viszont a kettőt egyszerre nem lehet rápattintani, mert ugyanarra a helyre pattan, de ezzel amúgy sem kell kamerázni. Ez arra való, hogy amikor lerakod pihenni, aludni, rárakod, és akkor megóvtad a drónodnak a gimbalját, kameráját. És van még egy tokunk, amire az van ráírva, hogy két pár spark propeller. Na, és akkor szintén drón, tényleg majd extra drónos különkiadást lettünk. Szintén drone propeller, ez viszont nem a Mavichez jött, hanem a Sparkhoz. Ez egy kicsit kisebb, viszont ebből rengeteg jött, ez ennyire kicsit, de jó. Ez négy csomag kis propeller, ami a Sparkhoz jött. És nem is négy, ért négy pár. És elvileg ennek erre emlékszem, mert a megrendelésre kértem szürke színűt és arany színűt is. Na akkor nézzük, ugye egy párhoz úgy tartozik, hogy egy jelölt és egy jelölet, hol van, itt van, egy jelölt és egy jelöletlen, ezek a szürke színűek, és ez pedig az arany, így van, tehát akkor úgy is jött, hogy szürke és arany színben egy-egy, pontosan kettő pár, mert hogy négy darab kell ugye egyszerre, tehát föl lehet rakni a négy aranyat is, és a négy szürkét is. Hogy mi jelentősége van a színeknek, semmi. Egyszerűen csak annyi, hogy kíváncsi voltam, meg akartam nézni, hogy mi a különbség a szürke és az arany között. Másrészt pedig, hogyha fölrakom, leveszem, akkor tudjam, hogy éppen melyiket használtam, melyik pár maradt meg tartaléknak. Ez akkor érdekes, amikor ugye nem sérül meg, de már régóta használom, és esetleg megöregszik. Nyilván az UV ezeket a műanyagokat ugyanúgy eszi, mint bármi más. Szóval ebből így van négy pár. És hát ugyan itt van rajta egy ilyen opció, hogy bejelölhették volna nekem, hogy melyik az silver és melyik a golden. Azt nem tették meg, na de hát ezen nem múljék semmi. Úgy érzem, illetve úgy gondolom, hogy ennyi volt a mai kicsomagolósok, hogy tényleg ilyen drónos tusz lett. Utána nézek még az áraknak, visszajövök, és akkor mára ennyi is lettünk volna, de még elmondom az árakat előtte. És már is itt vagyok, és akkor haladjunk így sorban legalábbis, ahogy betette ezt nekem ide a visszaigazolások közé. Szóval ez a kis búra, ez 1,12 €, tehát mondjuk azt olyan 400 forint körül került ez a kis gimbalvédő, ami hát megéri, mert ha gimbalt akarunk venni, az mondjuk olyan 20 000. Szóval inkább védjük meg egy ilyen 200 forintos tucc, 300, 400 forintos tuccal. Na akkor a következő, ez a kis napellenző, amelyhez, ugye, amelynek következtében szép kis felvételeket tudunk készíteni. Ezt a drónnak az elejére fogjuk csatlakoztatni, és így. És ez került 2 euróba. Nagyon hasznos és praktikus, szerintem szükséges, aki szép felvételeket akar csinálni. Aztán itt van ez a kis pöcök, ez 1,71 € volt, ugye ezt, ahogy az előbb próbáltam szépen a vizuálisok kedvére magyarázni, itt már látjuk is, szóval így helyezzük be. Egyébként megfordítva, nem a telefon sínjébe megy be, milyen érdekes, vagy nem, a telefon nem ebbe a sínbe megy be, hanem akárhova, bár szerintem nincs jelentősége, vagy van, de lehet, hogy van, mert ez itt ilyen kis domború. Szóval ez 1,83 €, és azt mondja, itt vannak a spark propellerek, a négy darab, tehát mondjuk így, a kettő csomag került 2,5 €-ba, és ebből van kettő, látjátok, tehát mondjuk összesen 5 €-ból megúsztam ezt a cakli-pakli, ez két komplet garnitúra, 8 darab propeller. És akkor majdnem körbe is értünk, ez így időközben már nincs meg. A listámban nem volt meg, ez szerintem 1 eurónál nem volt több, tehát mondjuk 300 forintba kerülhetett ez körülbelül. Ennyi volt a mai kicsomagolásunk, köszönöm, hogy velem tartottatok, további szép napot, és remélem nektek jó drónozást, sziasztok!